had more of your smile. Nyaral a család. Gyomendrődre érkezünk, a vízparti vendégházak egyikében. Jó estét kívánok! Olyan helyet kerestünk, ami csak a miénk, hiszen most különösen kerüljük a zsúfolt helyeket. A gyerkőcök azonnal felfedezik a saját játszóteret. Gyere! Mi, anyukák már ki is nézzük a napozóágyakat, de rengeteg természetközeli kaland vár ránk. A kertes vízparti apartmanokban sütögethetünk is. A srácok rohannak, hogy felfedezzék a saját stéget, ahol nem csak a horgászat lesz a program. Itt ülünk majd csónakban, hogy látni fogják, hogy a víz felől gyönyörködjünk a gyomaendrődi 16 holtág látványában. Csónak! De jó! Sziasztok! Hello! Te már mész is, elkötöd a csónakot? A csónakhoz tartozik meg ez a park rész végig. Nagyon klassz. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Beköltözünk. Andrea a szállásadónk megmutatja a vendégházat. Családos, barátos nyaralásra érkeztünk. Négy hálószobánk van, itt lent is van egy hálószoba. Itt van egy fürdőszoba, amit zuhanyzóval. Ez is az Andi valamiért. Beosztjuk a hálókat. Három különböző korú gyermekkel érkezünk, így a baba barát komfort is fontos. Megnézed a többi szobát is kint? A gyerkőcök már szabadon futkároznak, míg mi belekóstolunk a gyomai vendégszeretetbe. Vagány anyu rápihen előre a holnapra, hiszen indul a családi kaland. Másnap reggel, innen indulnak a hajók madárlesre, sétahajókázásra. Egymást váltják a kis csoportok. És akkor most mire várunk, Zéna? A hajóra. Igen, most várjuk a hajót. A gyerkőcökre mentő mellény kerül. A vízi világ nagy ismerője, a népszerű blogger Halőr fedélzetére szállunk. Vigyázz, megvan! Megvan a csomag! Romantikus a gyomaendrődi táj, mintha az Amazonason járnánk. Hápi? Jaj, de jó! Három körösnek a összefolyásából adódik, ugye a fehér és a fekete, ebből lesz a kettős körös, és innen 15 kilométerre a kettős körös felveszi a sebes körös vizét, akkor ez hármas körös. A horgászok éppen most dobják be a csalit, mire visszaérünk, biztosan akad a horogra. Horgásznak! Ha bedobod a horgot, jön a hal. Biztonságos teafogyasztás. Mennek a kenusok mellettünk, mi pedig egy motorcsónakon vagyunk a Halőrrel. Úgy döntöttek, hogy eljátsszák a Titanicot, éppen itt mögöttem, ott látjátok. Étterét is az például, ami szigorúan védett, nagyon ritka ragadozó. Házba madár él a kócsaktól a szürkegénig, mind a két gólyafaj, fekete-fehér. De gyönyörű! Sokan vezetett élménykenutúrákra érkeznek, a gyomaendrődi szabadvizekre. És ez egy olyan élményt ad, hogy itt nyilván folyásnak lefele, de végevezni egy ilyen tájon. Úgy tudnánk menni 30 kilométert, úgyhogy nem is település. A turisztikai cégek többnyire szállást, ételt is biztosítanak. A hajót pedig bérelni is lehet. Teknősök! Az ott az a zöld, aztán az? Ott vannak a teknősök. Jaj, de cukrapi! Tök szép tíz! Egész család teknős. Bocsári teknős, amit láttunk, ő azért ül ki oda azokra a fákra, mert ő hüllő, tehát a testőmérsékletét nem tudja tartani, csak úgy, hogyha a nap melegét felhasználja. Sokszor verekednek is érte egy jó helyért. A
megérkeztünk a bárkalátogató központhoz, lentre, középre és fentre is kell majd néznünk, ugye? Így van. Hozzányúlni szabad, sőt, kötelező. A bárkalátogató központ nem csak a családok, hanem az iskolai osztálykirándulások kedvelt helyszíne is, hiszen itt játékosan elevenedik meg a gyomendrődi táj és a halászok, pákászok, csíkászok élete. Az a táj, azok az értékek, amelyek itt Gyomendrőden és környékén láthatók, hogyha mi csak megyünk az úton, nem biztos, hogy észrevesszük. Turisták ebbe a régi világba utazhatnak vissza a tárlatvezetéseken. A látogatóközpontnak az az egyik legfontosabb üzenete is, hogy kiemelten tudja megmutatni, hogy mire is kell figyelni. Találtam ilyen bogarakat, és akkor, hogy belenézek, akkor így kinagyítja őket, és... Hogy a kis avarban milyen kis bogarak mászkálnak éppen észrevétlenül. Vagy ha az első suhanó madár, az mi lehet és milyen fontos szerepe van itt az egész természeti környezetben. Jaj, de szép hangja van. Melyik? Nekünk a sárgarigó. Zalán sárgarigó. Amikor halljuk a nádirigókat, hogy csivitelnek, ugye, és az unokatestvérét, a sárgarigót, és itt meg tudjuk mutatni a két madarat. Igazi családi játék mindannyiunk számára, 0-tól 100 éves korig. És hát interaktív kiállítás, ami azt jelenti, hogy készteti a látogatót arra, hogy megismerje, hogy kipróbálja a mesével, azzal a hangulattal, amit megjelenítünk a tárlatvezetéseken, valóban visszautazhatunk ebbe a régi világba. Zsófi, tudod mi? Te fogod, én meg tízedem. Játszani mindenki szeret, akár 0 éves, akár 100 éven felül van. És itt a kiállítás enged játszani, játékosan megismerni. Zseniális. Bringatúrára indulunk a gátra, a gyomendrődi nyugodt romantikus tájon, ahol a fülünknek kedves madárcsivitelés az egyetlen zajforrás. Van, aki már helyiként gyakorlott bringás. Most ült először biciklisülésbe, vagyis biciklin. Igaz, Nyuszi? Nyuszi. De még kerékpárbérléssel kezdjük. Te leszel a leggyorsabb. Először vikendházak mellette kerünk. Nagyon sok ilyen kisebb nyaraló van, ahol 4-6 főnek alkalmas szálláshelyek, amik tulajdonképpen ebben az időszakban, amikor arról beszélünk, hogy nem menjünk nagy tömegekbe, szerintünk tökéletes hely lehet arra, hogy valaki eltöltsön egy hetet, egy hétvégét. Gyomendrőt házigazdája, azaz Toldi Balázs polgármester is gyakran túrázik a fiaival, így ő vezeti a kétkerekű felfedezést. Tudunk majd a folyó mellett kerékpározni, ami egy tökéletes kerékpártúrára alkalmas hely. Az első megállónk a csodás Erzsébet-liget. Ezt a ligetet Erzsébet királynéről nevezték el. 1892-ben kezdték el a ligetet telepíteni. A fürdő is innen kapta a nevét, hogy ligetfürdő. Látjátok, hogy milyen hatalmas fák vannak. A gyomaendrődi sóhajok hídja a velenceihez hasonlóan romantikus helyszín. Valójában a sóhajókról kapta a nevét, hiszen a sószállító járművek erre közlekedtek. Amit kívánsz, ha hiszed, megvalósul. Akár alatta hajózol éppen, vagy a tetején tekersz át. Nagyon régen bicikliztem, és most nagyon jó volt már így újra. Főleg ezen a szép helyen. Ő
ősök útja, a település régi, illatos hársakkal végigültetett utcája. Isteni a hárska! Kivezett pont a Gyomai Szabadstrandhoz. Nem olyan régen tudtuk meg, hogy Békés megyében 5 darab szabadstrand van, és ezek közül a Gyomai Szabadstrand ez európai szinten is nyilván van tartva. Jöttünk egy utcába végig, és tele volt hársfával, és olyan isteni illata volt, úgyhogy teljesen feltöltöttünk. Hopsz! Hullám. Ott jönnek a galambok, látod? Most a 3-as körös Gyomai szakaszánál vagyunk. Ez a szabad strand, amiről beszéltem az induláskor. A 3-as körös szabad strandja nem csak a nyári fürdőzők, hanem a vízisportok szerelmeseinek kedvence is. Itt a szabad strand lehet úszni, amikor jó meleg van. Csátorozni lehet, a terület szabadstrandként üzemelteti az önkormányzat, bérbe van adva. Tulajdonképpen itt aki kirándulni szeret, és mondjuk szeret tényleg sátorban aludni esténként, az itt megtalál mindent. Van bent a területen villany, tehát tulajdonképpen közművekre rá lehet csatlakozni. A település pedig a gát túloldalán van, tehát nem is vagyunk messze a civilizációtól. Egy nagyon szép tiszta vízű folyó, a Körös egyébként Magyarországon a legtisztább vízű folyó. És hogy bírja a bringázást? Kicsi nagyon bébi. Nagyon jó. A srácok lábában benne van a kerékpáros bugi. Vissza a nyerekbe, a gáton bringázni igazán különleges élmény. Gátonbringázásnál nincs jobb. Hát ez biztos, hogy csodálatos ebben az zöldben. Meg itt aztán nem kell attól félni, hogy a gyereket elcsapják. Hát itt nem. Sokat bicóztunk, kellemesen fúj a szél. Rika, nagyon jó, és kiéhes. Én. Mindenki. Megérkeztünk ide a Körös étterembe, kipróbáljuk a gyomelbrödi finom fogásokat. Mennyire vagy éhes, mutasd meg. Nagyon. Albin Séf, a házigazdánk, 30 éve népszerűsíti a magyar gasztronómiát szerte a világban. Mikor kezdted el a séfkedést? Nálunk ez családi tradíció, több generáción keresztül a vendéglátásban dolgoztak. Ártéri csattanós, Rákóczi úrunk kedvence, körösi finom falatok. Csodálatos színes zöldségekkel. Néhány tradicionális helyi finomság az étlapról. Rákóczi úrunk finomságai, legyek én ma Rákóczi úr, bárcsak így lenne. A gyomaendrődi turista helyi ízekre vágyik, természetesen helyi alapanyagokból. Azokat a nyersanyagokat, amik itt a helyi termelők, gazdák megtermelnek, tenyésztenek, azokból meríteni, és szinte egész Békés megyéből vannak nyersanyagaink. Megpróbálom mindig frisset. A szakácsok kísérleteznek, és a vendégek véleménye alapján kiválasztott kedvenceket sütik-főzik. Így a modern konyha és a sláger gyerekételek is az asztalra kerülnek. De Gyomaendrődön a hal is mindennapi fogás. Itt a Körös itt húzódik mellettünk 16 haltágjával, hogy a halakat is nem csak ünnepekkor, hanem az étlapon folyamatosan szerepeltetve tudjuk a vendégeinknek kínálni. Hát csodálatos egyébként. Elég jók lettek az ételek. Örülök neki, hogy ízlik, amit vágyat kívánok mindenkinek. A 120 éves fák alatt csobbannak a gyerkőcök. Apát fogod elsülyezteni a csónakba? Igen. Korábban a fürdőterülete és a liget
része volt, és itt került kialakításra egy olyan fürdő, ami egy több mint 60 fokos vízből táplálkozó termálforrásra épül. Ráadásul az Erzsébet-ligetet is holtágak ölelik körbe. Bármerre indul, vizet talál itt a turista. Amit vízzel kapcsolatos, azt szeretjük nagyon. Nincs az a nagy tumultus, ami nagyon sokat jelent. Míg a gyerekek pancsiznak, a nagypapa az egészségét ápolja. Ennek ilyen vékony kis vízsugarak. Nagyon kellemes a vízsugármasszázsunk. Egy keringéspokozó az izomszöveteket, kötőszöveteket fellazítja. A hatást a termálvíz egészíti ki. A gyomaendrődi vizet magas fluorid tartalma miatt mozgásszervi betegségek, reumatikus panaszok enyhítésére is használják. Aztán az örökmozgók mennek vissza pancsolni. A fáradt izmokat a felnőttek pedig brüggöléssel lazítják ki a termálvízben. János, ugye mondhatnám, hogy itt fáj, ott fáj, de tulajdonképpen nem fáj itt meg ott. Nagyon jól esik, de ez hasznos is? Jobb lesz az izmoknak, szalagoknak, ízületeknek a vérellátása, és ezáltal a tápanyagellátása, oxigénellátása megkönnyíti a mozgást. És megelőzheti a betegségeket. Baby, are we cool enough? Barátommal szoktunk itt olyan versenyt csinálni, hogy egy levegővel kell itt átúszni azt az egész vizet. A családos ökoturisták keresik az egyszerű, természetbarát és vízközeli megoldásokat. Például szálláshelyet is ilyen szempontok alapján választanak. Megvan a meleg víz, az uszoda, masszázs és egyéb egészségmegőrző szolgáltatások. Viszont ma már elengedhetetlen, hogy valami plusz programot adjunk a vendégeknek. Ez a bizonyos plusz program pedig lehet közös sport, lehet gyerekfárasztó, vagy éppen fürdés után kirándulás a környéken. Voltunk itt kint a ligetben, és ott az a sétány, ez a fenti sétány, a madarakat lehet onnan látni, meg az állatokat, amik itt vannak a ligetben. Van egy kilátó is, akkor voltunk itt a körös parton sétálgatunk. A lomkorona sétánya 15 méter magas Erzsébet kilátóba vezet. Ott van az üveg, amire ki lehet állni, ahol a mennyasszonyok is szoktak fotózkodni. Ó, de menő. A családok játékosan fedezik fel a látványosságot. El vannak dugva kódtáblák. A kódtáblák egy madárnak a nevét rejtik. Hogy de jó játék! Rettenetes magasra fogunk menni. Apa nagyon fél. Zalán elaludt, kódok állítólag megvannak. A gyomaendrődi lomkorona tanösvényen vagyunk, méghozzá most már az első szinten. Zsófikám, élmény? Nagyon jó. Lombkorona magasságában sétálunk az izgalmas fahidakon itt az Erzsébet-ligetben, ahol lépten nyomon érdekességek állítják meg a kiránduló gyerkőcöket és szüleiket. Mezei juhar! Azzal szoktunk játszani, mikor megszárad. Repül! Ez nagyon jó ötletes! És persze, közben az ifjú turista detektívek lázasan kutatnak a kódok után, hogy az út végére megfejtsék az elrejtett madár nevet. A következő kód, Zsófi, I-15. Keresünk egy kódot, a kóddal tudjuk meg, hogy melyik madárról van szó, ez a feladat nagyon jó. Z meg 19, és a Skabet tökéletes. Gyomaendrőd az ökoturizmus fellegvára. Nézzétek, mi van ott? Tyúkok ülnek rajta. Elszálltam akvárium. Jaj, de jó! Gyertek, fölmen! Tök jó!
madarakat keresek. Az igen. Most vagyunk a lomb koronán. Lélegzet elállító látvány tárul elénk. Az Erzsébet kilátó nem csak az osztálykirándulások, a családi nyaralások, hanem az esküvői fotózások kedvelt helyszíne is. Úgy is szép. A holtág. Ott fogunk csónakázni, meg hajózni. Jó ideje. Azt ott van egy fészek, de jól néz már. Zsófikám, hogy állunk? Ugye különböző kódokat kaptál, ami egy-egy betűt ad ki. Nem sokára már lesz a megoldás. Egy helyi madarat kell. De nektek nem áruljuk el, jó? El ne árulj. Mert hogy ide kell jönni. Csodás hajnalra ébredünk a szállásunkon, a templom zúgban, a holtág melletti bérelhető családi nyaralóházak egyikében. Horgáztam? Én igen, már fogtam halat. A gyomaendrődi horgászparadicsomban természetesen saját stégről leshetünk a halakra. A gyerkőcök pedig horgásztrükköket tanulhatnak. És itt két oldalt ilyen nádasos rész van, és ezek a nádasos részek az ilyen holtágokon mindig szeretik, a kárászok pontjuk szeretnek beállni. És van egy olyan módszer, amivel ezt szépen meg lehet horgászni. Ezt megmutatom neked. Ez egy úgynevezett feltolós úszós szerelék. Szagold meg! Egy alulról nem kell nagyon dobni, pár méterre elég stégtől behelyezni. 3-1. 2-3. Most enged el! Akár ponty, keszeg vagy kárás szakad a horgász horgára, a vikendházak kertjének tűzrakó helyein körösi halászlé vagy pákásznyárs lesz belőle. Igazi, családépítő közös program. Be is állt. Marék kukoricát dobunk rá. És akkor most nincs más dolog, mint megvárni, még a kukoric illatára ide gyűlő halak fölvegyék a csalit. Hamarosan vízre szállunk, de a gyomaendrődi programkavalkádban előtte két híres tárlatra is ellátogatunk. Zalán baba a gyomaendrődi körös látogatóközpontban tanul horgászni. Ez a babák terepe. Ebben a szobában kreatív foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Van egy baba-mama csoportunk is. És ha már babák, akkor a különleges Baba Múzeum is kihagyhatatlan látványosság egy családi nyaraláson. Az értékes gyűjteményt adományba kapta a város. Rögtönzött színi előadásba csöppen az utazók apraja nagyja. Hoztam neked egy babát, ő Piroska, és egyszer csak odaér nagymamának a házához. Útközben találkozik a farkassal. Olyan babám volt nekem is szerintem. Ez a vajas baba. Baba országban már az sem meglepő, hogy a látogatóközpont udvarán gólya családnál vendégeskedik a turista. Kelep, Elek, gólya papa ugyanis minden évben visszatért Gyomaendrődre. A Kelep Elek, aki ide költözik hozzánk és a családja. Hogy van egy olyan gólya párunk, akiket kamera figyel a nap 24 órájában. Lehet látni azt, ahogy ide érkeznek a hosszú útról, elkezdik szépíteni a fészküket, lerakják a tojásokat, és ahogy kiköltik, és ahogy tanítják a kis gólyákat repülni. Papír berak, pedál, nyomtat. Papír berak, pedál, nyomtat. Hazánkban egyedülálló nyomdaipari múzeum működik Gyomaendrődön, a világhírű Knerr család egykori lakóházában. Ezek a gépek az 1800-as évekből valók, és azt a kort, azt a technológiát, technikát tükrözik, ahogy itt Knerrik elkezdtek nyomdászkodni. De ez itt egy Gutenberg is. Báli meghívók, nyomtatványok, könyvek mesélnek több mint 100 év társadalmi életéről. Korabeli vágógép, készre gyártott könyvet vágták körbe. A turista nem csak szemlélődik, hanem ki is próbálhatja a berendezéseket.
tényleg az a tiéd lehet. Húzd le! Könyv valósággá válik. A gyerekek és a felnőttek időgép helyett nyomdagépre szállnak, és már repülnek is vissza a 19. századba. Visszatérünk a 21. századba, a Stégek a vízparti turizmus világába. Kutyogatni indulunk a vízparti nyaralóházunk Stégjéről. Mi van a kezedben? Hát ezek kutyogató fák. Nagyon-nagyon régen a halászok rájöttek arra, hogy a poharukkal vizet merítettek a Dunából vagy a vízből, és adott egy budjanó hangot, akkor a hálóba belement a hal. Még a csónakban is érezni egy reszket. Szólt az már kifele, hallod? Azaz. Zénó lelkesen gyakorol. Ott van a fürdőkába kell gyakorolni, és a fején a harcsa lefolyom keresztül, akkor jól csinál. A harcsahalászat ősi eszközeivel tanul régi technikákat a halőrtől, hogy amikor ismét visszatér családjával vagy az osztállyal a 16 holtág lenyűgöző vízi világába, már ő mutassa meg az izgalmas, gyomándrődi kalandokat.